Illegális bevándorlókat kísért a rendőrség a sídi befogadóközpont területére vasárnap este. 6 migráns próbált megszökni a vasútállomással szemben található tranzitközpontból. A kerítést átugorva szaladtak a horvát határ irányába. Rövid üldözés után azonban a szerb határrendőrség munkatársai elfogták őket. Az afrikai férfiak azóta is a pihenőhelyen tartózkodnak. Helyszíni stábunk Lencse végre kapta az elfogást. Az átutazók egyébként szabadon közlekedhetnek a helyi befogadóközpont területén. A rendészek nem korlátozzák a mozgásukat. A szökni próbáló egyéneket azért vették üldözőbe, mert illegálisan az ellenőrzéseket megkerülve szerettek volna a Horvátország felé tartó vonatra jutni. A sídi vasútállomáson szerb határrendőrök próbáltak megbirkózni a tömeggel. A vágányok mellett horvát illetékesek vigyáztak a rendre. A tolmácsokkal együtt vizsgálták a menedékkérők papírjait. Csak az szállhatott a szerelvényekre, akinek az iratai megfeleltek az előírásoknak. Most engedik fel a Horvátország felé tartó vonatokra azokat az illegális bevándorlókat, akik a rendőrség információi szerint vélhetőleg valahol Macedónia és Szerbia között vesztegeltek. Egy marokkói férfi a vasúti pályaudvaron éjszakázott. Nem engedték fel az EU felé tartó járatra, mert nem háborús országból jött. Addig vár, amíg tovább nem engedik a hatóságok. Mi police, no go. No sleep, no food. Az illetékesek elmondták, hogy a szebb idő beköszöntével vélhetően ismét egyre többen jöhetnek majd a szerb-horvát határ közelébe.